őrültek vagyunk tulajdonképpen. Van egy karakterem, ami én vagyok, de mégsem én vagyok. A hátamat már nagyon sok helyen varták össze. Mi olyanok vagyunk, mint egy élő akciófilm. Ez egy erőszakos színház, de még csak nem is erőszakos, ahogy csinálják. Tehát ez egy színház. Figyelme azt mondtam, hogy a sportszínház, állítólag ezt a Dover találtak ezt a kifejezést. Az én karakterem Dover, aki gyakorlatilag a kelet-európai megkeseredettségnek így a szószólója, aki abból meríti az erejét, hogy pontosan megalázzák, az, hogy az élete nehéz, de küzd a végsőkig, és küzd azért az egyetlen célért, ami a szem előtt rebeg, és gyakorlatilag a keserűségben nyeri az erejét mindenhez. Ez már tiszta szociológia? Gyakorlatilag igen, ugyanis alapvetően ez a privát szakmám, illetve nem a szakmám, hanem csak a végzettségem. Szociológus vagy? Igen. Körülbelül 5 éve csinálom már ezt a bizniszt, a konkréciót. Gyerekkorom óta már hatalmas rajongó vagyok, és tévében láttam először. Tévénben nézem, akkor úgy látod, hogy nem igaz, de itt úgy sokkal életűbbnek tűnik. Főleg, ha iszol egy kis sört, akkor végképp elhiszed. Itt azért kőkeményen izzadnak. Bérzenek, ez egy kemény. Annyira illúzió, amennyire a közönség azt akarja, hogy az legyen. Érzelmeket váltunk ki belőlük. Megvannak a saját kis hőseik, azok a karakterek, akikkel azonosulni tudnak, akiket éltetik, akiket utálni tudnak, gyakorlatilag kiengedik itt a gőzt. Mit élvezel benne a leginkább? Azt, hogy mindenki szétver neki. Nem túl erőszakos? Nem. Néha. Te részt vennél ilyenben? Nem. Járok ilyen edzésekre is, és remélem majd egyszer én is a ringben állhatok. És ki a példaképet? Ikarus. Ikarus! Ikarus! Legyen rajongó, ez a legfontosabb. Szenvedély, kitartás, rengeteget kell edzeni. Csak úgy lehet elkezdeni, hogyha tudunk már konkrétan gurulni, esni, és tisztában lenni minden egyéb veszélyes dolognak. A sztori ahhoz kell, hogy a karaktereket megismerjék, hogy kötélessen valami ez, és csak ne a levegőbe történjen az akció. Vannak jók, vannak gonoszak, vannak akik még nem tudják, hogy kivel vannak, van akinek van segítője, van aki teljesen egyedül dolgozik. Egy rendetesen barátságos közösség, ahol befogadták az én akkor még nagyon kicsi fiamat, akinek nagyon beilleszkedési problémái voltak, és ezek szinte megszűntek, mióta oda jár. Azaz, ahogy mindenhol ismerik a világon, profi birkózás, pro wrestling. Körülbelül a 20-as években lett igazán valami, egy igazi szórakoztatás. Jelenleg ott tartunk, hogy nagyon szép, színes, egészséges, sportoló emberek adnak elő egy olyan műsort, amit aztán gyakorlatilag az egész család élvezhet. A cirkuszhoz áll éppen a legközelebb, mert az emberek sót kapnak, tartalmat, néha veszélyes helyzeteket, akciót. Nem azt mondanám, hogy teljesen kaszkadőrség. Nem tudom, hogy Tony, ezzel te vagy? Én színészettel és sima, rendes, hagyományos birkóval is foglalkoztam, és számomra ez olyan volt, mint a kettőnek a különleges keveréke. Gyerekkorom óta érdekeltek a társadalmi problémák, a különbözőségek, mindenféle nehézség az, ahogy az emberek küzdenek a mindennapjaikban, és gyakorlatilag ebből építettem fel azt, amit mostanában képviselek. Azért jönnek ide az emberek, hogy élőben érezzék a tesztoszteron szagot, a csattanásokat, az izzadságot, esetleg, hogyha úgy van a vért. Hangok, a fények, a hangulat, ami itt van, nagyon jó. Fajn nekik, meg hogy ez tök jó nézni, meg hogy minden tök jó. Nagyon veszélyes festeni. Igazság szerint
annak ellenére, amit hisznek róla, nagyon veszélyes sport. Mit gondolsz, milyen sérüléseket szenvednek? Fájdalmasak. A fejemet nagyon sokszor ragasztották össze, nagyon sok szöget, nagyon sok eszközt, szilánkokat szedtek már belőlem. Mindegyikünknek csomó fellépése van külföldön, minden hétvégén külföldön is birkózunk, itthon két havonta, muszáj odafigyelnünk egymásra, úgyhogy szerencsére a sérülések azért nem olyan gyakoriak.